Szerencsére nem vagyok elemzője saját magamnak, és nem is nagyon érdekel. Ez a tragédia, ami velem történt, ez egy történelmi tragédia, és ezt túl kellett élni, és amikor túléltem, én többet ezzel nem foglalkoztam. Úgyhogy, hogy hatott rám, azt én nem elemeztem. Ezt nem tudom neked mondani, mert nyilván hatott rám, nyilván érdekelt a dolog, de hogy én ezt kielemzem, hogy él ez az ember, az az ember, így ezt nem nagyon foglalkoztam. Nem szeretik a kultúrát, nagyon kevés pénzt adnak kultúrára, kevés pénzt adnak a filmre. Hát mondjuk a kicsit az segíti a filmet, hogy van egy kormányhoz közel tartozó ember, a Vajna, Andi Vajna, aki filmes múltja van, producer volt, aki egy kicsit ért a filmhez, vagy nagyon ért a filmhez, és tudja, mi a jó film, és tud nagyjából, hogy mit csinál, mit akar csinálni, de egyébként abszolút semmilyen erkölcsi érdeklődés, se irodalom, se film, se színház iránt nincs ma Magyarországon. Hát nézd, tudják azért, hogy nem régen halt meg Jancsó, volt Jancsó, van Szabó István, nehezebben mondanak nemet arra, hogy ne csináljunk filmet, mert ha az ember erőszakos, akkor azért ezt tudomásul veszik, hogy azért ez kellemetlen lenne, ha Mészáros Márta akar egy filmet csinálni, aki nem tudom hány 10-20 díjat nyert, az egész világ ismeri a filmjeit, most ne adjunk neki pénzt, nem sokat, de egy közepes összeget adjunk neki, hogy csináljon filmet. Ez így van. De ha én azt mondanám például, hogy én szeretnék csinálni egy filmet a Sisi Magyarországon, és a kiegyezés, hogy mi köze volt hozzá, és hogy történt ez meg, mert ez nagyon nagy sztori, arra nekem nem adnának pénzt. A kádárizmus kezdete az szörnyű volt a 56 után, az első periódus az még a konszolidáció nem kezdődött el, nagyon szörnyű volt, de amikor elkezdődött a konszolidáció, azért a Kádár tudta, hogy ki az az I.S., ki az a Eszterházi, ki az a nem tudom, most írókat sorolja, ki az a Fábri Zoltán, ki az a Jancsó Miklós, ezek tiszteletre méltó emberek voltak, akiket a kultúrpolitika tudomásról vette, hogy léteznek és csinálnak valamit. És ma ez nincs. De ma nem is például egyetlen egy se kultúrpolitikus, nem is tudom, hogy vannak ilyenek, de a politikusok soha, egyetlen egy politikus soha nem említ meg egyetlen egy könyvet, egyetlen egy filmet, egyetlen egy színházat. Színházba nem is járnak, büszkén vállalják, hogy nem járnak színházba. Teljesen hát a foci az létezik. Sokat kellett lobbizni, sokat kellett beszélni róla, és végül is, mert
nekem úgy volt miből élnem, nem nagyon jól, de én tudok dolgozni. Más országokba is elmegyek, Lengyelországba vagy Franciaországba, és mindig kapok valami munkát, ha akarok. Úgyhogy nem volt ez olyan tragikus, de amikor magyar filmet akartam csinálni, akkor azért mindig nehézségbe ütközött. Ez kifejezetten a Törőcsikre volt írva. Ez nem csak azért, mert az történt vele, hanem még mikor sokkal jobban volt, akkor már elkezdtük írni, és én mindig úgy gondoltam, hogy ezt a szerepet csak a Törőcsik, csak egy nagy színésznőt tudja eljátszani, és az ma Magyarországon a Törőcsik. Jól vagyok. Kutattál? Igen. Ki volt ez? Szóval nem akarod elmondani. Voltam a kolostorban. Valaki kitépte az anyakönyvi kivonatomat. Levegszem, segíts.